Madarakkal, emlősökkel, növényekkel, de még mamuttal is megismerkedhettek az érdeklődők a Zöld Családi Napon, amit a Pécsi Kulturális Központ szervezett. A gyerekek komoly feladatokat kaptak. Ma majdnem az összes állomáson voltam, ez az utolsó. Itt most 10 tiszta vizet össze kell gyűjtenem, és 4 halat, és akkor megtisztítem a Tiszát. A menetleveles pecsétgyűjtőjátékra bárki benevezhetett, aki kíváncsi volt a helyi zöld szervezetek tevékenységére. De ez egy szokásos programja a Kulturális Központnak. Régóta megrendezzük, Zöld Családi Napnak hívjuk, és hogyha végignézték azok, akik ma itt voltak, láthatták, hogy nagyon sok mindennel vártuk a kisgyerekeket, nagyobbakat, és azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát. Szerintem legalább 300-an voltak, a sorsolás van még vissza, úgyhogy itt volt a Természettudományi Múzeum az új kiállítással, a Mamuttal, Madártani Intézet, a Ökováros Ökorégió kis kézműves foglalkozással, ökotársasjáték, nagytársasjáték, kutyasimogatás, illetve más kisállatok simogatása, zeneóvi, ringató, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg a legnagyobb körben itt voltak azok a családok, akik ma ráértek, és a szép idő ellenére minket választottak. A délelőtt folyamán többek között volt még tájcsi bemutató, élményzóna, zöld társasjáték, legószoba és a rajzverseny eredményhirdetése is. De az időben is visszarepülhettek a gyerekek, hiszen a Janus Pannonius Múzeum jóvoltából megnézhették a pécsi mamut maradványait, illetve a kortárs állatok ős maradványait is. A mai napra mamutos bemutatóval készültünk, elsősorban a jégkorszaki állatokról és a kövületekről hoztunk egy kis bemutatót, mivel a múzeumunkban egészen május végéig, de valószínűleg még június folyamán is látható lesz a pécsi mamut kiállítása. Ezt az évfája Mandulafa kampány keretében hirdettük meg, és ahhoz képest, hogy már igen vége felé járt a kampány, és kevés ideje volt a gyerekeknek, nagyon örültünk, hogy rengeteg rajz született, ami itt látható belőlük, az a legjobbaknak egy kis válogatása, és az első 6 legjobb rajz is itt szerepel a tablón, és ők kint a Mandulafa mellett, fönn a Havihegyen kapták meg a fődíjat, a többieknek pedig ma volt a díjkiosztó 10 órakor itt a Zöld Családi Napon. Az eseményen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkájába is bepillantást nyerhettek a gyerekek. Mi is készültünk többféle gyerekjátékkal, vannak különféle fejtörők, kirakósok, rejtvények, vannak a kisebbeknek színező lehetőségek, és hát mindenféle ismeretterjesztő kiadványanyag, amivel tudunk kicsit tájékoztatást adni. Változó, van, aki nagyon jól ismeri, mert léteznek különféle programok, madarászói, madarászsuli, ilyen-olyan, ahol azért sokan megtanulják, de hát azért talán többségben vannak a laikusok, de nem baj, azért vagyunk, hogy segítsünk és tájékoztassunk. A környezettudatos délelőttön többek között bemutatkozott még a Misina Természet és Állatvédő Egyesület, a Dunadráva Nemzeti Park, a Zöld Híd Alapítvány, az Ökováros Ökorégió Alapítvány, a PTE Botanikus Kertje, valamint a Zsálya Liget is.